December közepe óta ezzel a megújult szignállal jelentkezik a Kanizsa TV híradója, valamint az Infoblog más hírműsorai, így a Napi Kanizsa és a Kommentár nélkül is. A főcím vizuális világát a Cserháti iskolában érettségizett Verc Dávid álmodta meg és készítette el. A Budapesten gépészmérnökként dolgozó fiatalember egyik hobbija a 3D modellezés. Első körben beírtam a, a keresőbe, hogy nagy Kanizsa, és megnéztem, hogy milyen, milyen találatok vannak a képek között, és ö, akkor már így körvonalazódott a, a fejemben egy ilyen papírmodell ö, megépítése digitálisan, és ehhez a jellegzetes épületeket ö, választottam. A szignában visszaköszön egyebek mellett a csónakázó melletti kilátó, a várkapu és az Erzsébet tér is. Végig megyünk a, a, a képeken. Nem csak a képi tartalom, hanem a zene is új lett. Ennek elkészítését a Kanizsai zeneiskola növendékei vállalták. Barát Zoltán igazgató négy tanítványa közt hirdetett egy kisebb házi versenyt. Annyira földobta őket ez a feladat, hogy, hogy nekiálltak és bizony még hétvégén is jöttek a. Az SMS-ek, meg Skype-oltunk is volt olyan növendék, akivel ilyen módon tartottuk a kapcsolatot, és megoldották. Azt hiszem, hogy mindegyik elég jó sikerült. A Kanizsa Médiaház és a Zeneiskola munkatársai, illetve a növendékek végül légármónika intróját választották ki. A mezős fiatal még matematika tudását is latba vetette a zeneszerzés során. A 21 másodpercbe kellett nekünk beleférni, és hát egy fordított arányossággal sikerült kiszámolni ezt a metronóm számat. Viszont a kijött eredményt úgy gondoltuk, hogy egy kicsit lassú, és ezért hát megdupláztuk, szóval végül egy gyorsabb lüktetésű zenét kaptunk. Régár Mónika hozzátette, örül, hogy a híradó előtt az általa szerzett zene szól a Kanizsa tévén. sikerére tanára és családja is büszke.